Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám hétfői napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Tihanyból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Tihanyban, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen, gagyi videóban. És én majd a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban. De még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom néktek, hogy konkrétan az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem. Így hát fordulok is egy 180 fokot, és akkor megmutatom néktek, hogy konkrétan az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem. Hát én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, tehát onnan jöttem. De nézzétek meg a ezt megelőző videót is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. Tehát abból az irányból jöttem, tehát onnan jöttem, így hát a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább az én kis túrámat itt a Tihanyi félszigeten. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen, és akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom a túrámat, tartsatok velem. És akkor, ahogy látható ezen a felvételen, én már haladok is tovább, tehát már folytatom is tovább az én kis túrámat ezen a hétfői napon. Amúgy karácsonynak a második napja van, tehát december 26-a van, amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum folyamatosan ott látható a kijelző aljában, hogy mikor készült ez a újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a én kis túrámat. Most még itt a zöldsáv túra útvonalon, de hamarosan le fogok róla térni, tehát hamarosan le fogok térni a zöldsáv túraútvonalról. Amúgy itt van a zöldsáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van a zöldsáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, de hamarosan le fogok én erről térni, rá fogok térni a tanösvényre, és szépen majd rámegyünk majd a zöld háromszög túra útvonalra. Ha az ezt megelőző videómat megnézitek, akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. Tehát feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót is, és akkor fogjátok érteni, hogy miről is dumálok. Tulajdonképpen miről is beszélek. Tehát rá fogok majd térni vissza a zöld háromszög túraútvonalra, hiszen az ezt megelőző videómban már voltam a zöld háromszög túraútvonalon, de nézzétek meg a ezt megelőző videót is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor nem sokára jön majd az elágazás, ahol majd szépen rátérek a tanösvényre. És akkor így néz ki a környezet, íme. Tehát így néz ki a környezet, ott van szemben a kis erdőtető, tehát az ott szemben a kis erdőtető, mai napon azt is meg fogom mászni, tehát azt is meg fogom mászni a mai napon, az a kis erdőtetőt, ami ott látható, és amúgy így néz ki a táj, tehát így néz ki a táj, ahogy láthassátok ezen a felvételen, ott ugye a belső tó látható, tehát az ott a Tihanyi belső tó, ami konkrétan ott látható, és így néz ki a táj, gyerekek, innen az Óvári hegy oldalából nézve. Én ugye abból az irányból jövök,
Tehát onnan jövök, és így néz ki maga a táj, innen az Óvárhegy oldalából nézve. Tehát így néz ki a táj, ugye az ott a belső tó, és ilyen szép itt a, milyen szép innen a kilátás, gyerekek. Ott van szemben ugye a kiserdőtető, mai napon azt meg fogom mászni, tehát meg fogom mászni azt a mai napon, azt a kiserdőtetőt, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételem. És akkor haladok tovább, tehát folytatom tovább a én kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok. És akkor szépen haladok tovább. Hát a szézai elnézést és bocsánatot kérek tőletek, de itt fönt a hegyoldalban, itt fúj a szél, fönn a hegyoldalon, tehát itt fúj a szél, ezért elnézést és bocsánatot kérek tőletek. És akkor rátérek a tanösvényre, tehát szépen most rá fogok térni a tanösvényre, és szépen vissza fogok menni a zöld háromszög túra útvonalra. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt miről is beszélek, nézzétek meg a ezt megelőző videót is. Köszönöm szépen! És akkor itt jön az elágazás. Hát én a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, tehát a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, mert nem. Amúgy arra felé halad tovább a zöldsáv túraútvonal, tehát a zöldsáv túraútvonal az arra felé halad tovább. Arra felé vannak amúgy a barátlakások, tehát abban az irányban vannak a barátlakások, azok arra felé vannak, és arra felé halad tovább a zöldsáv túraútvonal, de én a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, hanem mindjárt mutatom, közben megmutatom a tájat is, tök jó néz ki, tök szép innen a föntről nézve a táj. Én a továbbiabban mutatom, merre felé fogok haladni. Hát én a továbbiabban konkrétan arra felé fogok haladni, tehát abba az irányba fogok haladni a továbbiabban. És akkor mutatom, hogy melyik irányból jövök. Én ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és a továbbiakban mutatom, arra felé fogok haladni, tartsatok velem. És akkor már haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát már folytatom is tovább a én kis túrámat. És most rátértem a tanösvényre, tehát most már a tanösvényen haladok, hisz a zöldsáv túraútvonalról épp most értem le. Hát szépen haladok most már a tanösvényen, és szépen így a tanösvény által vissza fogok jutni a zöld háromszög túraútvonalra, amit az ezt megelőző videómban már láthattatok, hogyha megnéztétek az ezt megelőző videót is. Tehát ugye a zöld háromszög túraútvonalra fogok visszatérni konkrétan, mert tényleg a zöld háromszög túraútvonalra fogok visszatérni, hisz az ezt megelőző videómban már jártam a zöld háromszög túraútvonalon, de nézzétek meg a ezt megelőző videót is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Most haladok itt a tanösvényen, és szépen haladok ugye a kiserdőtető felé, tehát szépen a kiserdőtető felé haladok. Hát amit a mai napon meg is fogok mászni, mert meg fogom mászni a kiserdőtetőt, sőt, még az Apáthegyet is meg fogom mászni, ha így jobban belegondolok ezen a mai napon, tehát még az Apáthegyet is meg fogom mászni, hisz a tervem az az, hogy elsétálok Aszófőig, legalábbis ez a tervem, hogy Aszófőig fogok elsétálni ezen a hétfői napon, így december 26-án, karácsony második napján. És amúgy kellemes karácsonyi ünnepet kívánok mindenkinek, de legfőképpen a nézőimnek. És akkor szépen haladok tovább itt a tanösvényen. Tehát szépen haladok tovább itt a tanösvényen. Hát folytatom tovább a én kis túrámat itt a tanösvényen. És akkor itt szépen haladunk ráfelé majd a
zöld háromszög túra útvonalra. Remélem, hogy a továbbiakban is velem tartotok ezen a hétfői napon, amikor ez a videó készült, mert ugye hétfőn van, december 26-a van konkrétan, amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában. És akkor szépen haladok a kis erdőtető felé. Hát az ellenfényé most elnézést és bocsánatot kérek tőletek, de most elég sokáig ellenfényesek leszünk, mert ugye úgy halad az út, hogy elég sokáig ellenfénybe leszek. Amúgy itt van a Tihanyi sportpálya, tehát itt van a Tihanyi sportpálya, ahogy láthassátok ezen a felvételen, tehát itt van ugye a Tihanyi sportpálya, ami egyébként egy műfüves pálya, tehát itt van a Tihanyi sportpálya, focipálya, mondhatni, tehát ez a focipálya itten, tehát ez itt a Tihanyi focipálya, ami így néz ki, tehát így néz ki a Tihanyi focipálya, ami egyébként egy műfüves pálya, és akkor szépen haladok tovább, hát folytatom tovább a én kis túrámat, és ott szemben ugye a kis erdőtető látható, amit a mai napon meg is fogok mászni, mert meg fogom mászni a mai napon a kis erdőtetőt is, tehát azt is meg fogom mászni ezen a mai napon a kis erdőtetőt, nem is olyan sokára szerintem, már ebben a videóban elkezdem majd megmászni, és akkor szépen haladunk tovább, tehát szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, és akkor szépen haladok ugye a kis erdőtető irányába. Amúgy ott van szemben a kis erdőtető, tehát az ott szemben ugye a kis erdőtető, és a mai napon azt is meg fogom mászni, tehát a mai napon meg fogom mászni azt a kis erdőtetőt, ami ott látható a felvételen, és amúgy a táj meg így néz ki, hát így néz ki a táj, íme, egy kis körültekintés, íme, így néz ki konkrétan. Ugye én abból az irányból jövök. Hello, szervusz! És akkor szépen haladok tovább itt a tanösvényen. És ugye ott van szemben ugye a kis erdőtető, amit meg fogunk mászni, vagyis meg fogok mászni konkrétan. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Hát közben ott hangoskodnak gyerekek, ott szembe. Hát most szépen itt majd át fogunk kelni egy közúton, ami Tihanynak az egyetlen egy közútja. Mert tényleg Tihanyban csak egyetlen egy közút van, ami ugye az egész szigetet megkerüli. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis túrámat. És akkor meg fogom mászni ugye a kis erdőtetőt konkrétan. Tehát meg fogom mászni mindenképpen magát a kis erdőtetőt is ezen a mai napon. És akkor itt vagyunk a közútnál. Itt átmegyünk a közúton. Ez a Tihanynak ez az egyetlen egy közútja amúgy. És akkor szépen haladok a kis erdőtető irányába. És valójában itt rá is tértem vissza a zöld háromszög túraútvonalra, mert ugye a zöld háromszög túraútvonal az abból az irányból jön. Tehát abból az irányból jön a zöld háromszög túraútvonal, és akkor innentől kezdve újra a zöld háromszög túraútvonalon haladok. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor innentől kezdve újra a zöld háromszögön vagyok, aminek amúgy itt van a jelzése, tehát itt látható a zöld háromszög túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát visszatértem a zöld háromszög túraútvonalra, mert itt van a zöld háromszög túraútvonalnak a
teljesen egyértelmű jelzése, és a továbbiakban ezen a zöld háromszög túra útvonalon fogok haladni. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább itt a zöld háromszögön. Tehát szépen folytatom tovább a én kis túrámat. Itt a zöld háromszög túra útvonalon. Hát valójában visszatértem a zöld háromszög túra útvonalra. Ha megnézitek az ezt megelőző videómat, akkor abban láthattátok, hogy már ugye a mai napon már jártam a zöld háromszögön, és most újra itt vagyok, magán a zöld háromszög túra útvonalon, és akkor szépen elkezdem megmászni a kis erdőtetőt is egyúttal, mert tényleg elkezdem megmászni a kis erdőtetőt, ahogy látható ezen a felvételen, tehát elkezdtem megmászni magát a kis erdőtetőt is, ami konkrétan ugye már innentől kezdve már szépen haladok fölfelé a kis erdőtetőre. Én folytatom tovább a én kis túrámat, remélem, hogy a továbbiakban is velem fogtok tartani ebben a mai kis túrámban. Hát azért ugye Aszófőig szeretnénk eljutni, tehát Aszófőig szeretnénk eljutni ezen a mai napon. Hát több mint valószínű, hogy el is fogok, tehát afelől nem nagyon van kétségem, hogy nem fogok eljutni. Több mint valószínű, hogy el fogok jutni Aszófőig. Hát a mai túrám majd nyilván majd ott fog a végéhez érni Aszófőn. És akkor szépen haladunk tovább. És akkor elkezdem ugye megmászni ugye a kis erdőtetőt. Tehát szépen elkezdünk itt fölfelé mászni. Szia kutyú! És akkor szépen haladunk tovább. És akkor ugye látható, hogy elkezdtem megmászni a kis erdőtetőt. Hát ez egy ilyen kisebb dombszerűség, kisebb hegy tulajdonképpen. De ahogy mondottam már több alkalommal is, már rengetegszer elmondtam, Tihanyban, tehát a Tihanyi félszigeten olyan, hogy hegy nem található, mivel hogy ezek a domborzati viszonyok, amik itt vannak Tihanyban, ezek mind 600 méter alatt vannak, tehát nem érik el a középhegység kategóriát sem. Tehát lehet mondani azt, hogy Tihanyban tulajdonképpen csak dombok vannak, tehát dombok vannak Tihanyban, hiszen egyik csúcs sem éri el a 600 métert, és ugye 600 méter fölött kezdődik ugye a középhegység kategória. És akkor szépen haladok tovább, fölfelé ugye a kis erdőtetőre, ami egyébként itt van velem szemben, tehát ez itt ugye velem szemben a kis erdőtető, és akkor szépen haladok fölfelé rá, magára a kis erdőtetőre. Hát a mai napon, ahogy mondottam, ilyen dombról föl, dombról le túrám lesz, föl a dombról le a dombra. Tehát a mai napon ilyen túrám lesz. Hát ma már nem is tudom, ez azt hiszem, ha jól számolom már a... Hogy is van? Ugye megmásztam a Kálvária dombot, Zóvár hegyet is megmásztam részben, és most itt vagyok ugye a kis erdőtetőn. Tehát a kis erdőtető felé haladok. Hát ez a harmadik. Tehát ez a harmadik konkrétan, amit a mai napon fogok úgymond megmászni, idézőjelben. Tehát ez a mai napnak a harmadik hegymenete konkrétan. És akkor szépen haladok fölfelé a kis erdőtetőre, ahogy látható ezen a felvételen. Hát egy kicsit, tudom, ellenfényesek vagyunk, ellátom. Tudom, egy kicsit ellenfényes a videó, de most pont a nappal szembe fogok szinte majd, hogy nem mindvégig haladni, kivéve amikor majd a Apáthegy lábánál el fog kanyarodni az út, de hát az még odébb van, az Apáthegynek a lába, és akkor szépen megmásszunk a kis erdőtetőt, és akkor itt szépen haladok fölfelé
ahogy látható ezen a felvételen. Tehát szépen mászok fölfelé a kis erdőtetőre, ahogy láthassátok. Akkor szépen haladok fölfelé magára a kis erdőtetőre. Amúgy itt a tanösvény most egy kicsit majd ki fog ágazni. Tehát itt majd kiágazik egy kicsit a tanösvény, mert tényleg ki fog ágazni egy kicsit, és megy a szélmarta sziklák irányába. Ugye itt van a útelágazás, tehát konkrétan ugye itt van az útelág, de mi maradunk továbbra is a zöld háromszögön. Ugye itt ágazik el egymástól a kettő, ugye arra felé halad a tanösvény, tehát abba az irányba halad a tanösvény, arra vannak a szélmarta sziklák, tehát arra felé vannak a szélmarta sziklák, de én a továbbiabban arra fölfelé mászok, tovább a zöld háromszögön, tehát szépen mászok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Akkor szépen mászunk tovább. Hát itt ilyen lépcsős megoldás van, ami előny. Itt meg viszont már a nyílt nyers sziklákon kell fölfelé kapaszkodni. Láthassátok, hogy itt ilyen sziklás az egész. Hát a nyers sziklákon fogunk most fölkapaszkodni, ahogy látható ezen a felvételen. Most ilyen sziklákon fogok fölfelé baktatni, látható. Akkor így szépen fölmászunk. Hát ma is el lesz egy kis hegymászás. Mászunk egy kis hegyet, és akkor szépen haladok tovább itt a háromszögön, a zöld háromszögön természetesen. Hú, és akkor egy kis kitekintés. Íme, így néz ki a táj, kis kitekintés arra. Akkor mutatom, hogy én honnan jövök. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, ott van szembe az Óvárhegy, tehát ott van szembe az Óvárhegy, tehát az ott szembe ugye az Óvárhegy, én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme. És akkor haladok tovább, itt a zöld háromszögön, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor mászok tovább, tehát még mindig felfelé mászok, itt a zöld háromszög túra útvonalon, hát szépen kapaszkodok fölfelé, föl a kis erdőtetőnek a tetejére. Láthassátok, hát az ellenfényi elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy ellenfényes a videó. És akkor szépen haladok tovább itt a zöld háromszögön, ahogy látható ezen a felvételen. Akkor folytatom tovább a én kis túrámat itt a zöld háromszög túra útvonalon. És jó fölkapaszkodtunk, jó magasra. Tényleg jó magasra kapaszkodtunk fel. És akkor egy kis tájat is már mutassak, amelyre felkapaszkodtam. Hát íme, lányok és fiúk, így néz ki a táj. Innen a kis erdőtetőről nézve, hát így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen, innen a kis erdőtetőről nézve. Tehát így néz ki a táj, íme. Tudom, hogy lélegzetelállító, tisztában vagyok vele. Itt lent ugye a külső tó látható, tehát az ott lent a külső tó, ami ott látható, tehát az ott maga a külső tó, ami ott látszik, és ott van szemben a Apáthegy, tehát ott van szemben az Apáthegy, illetve a Csúcshegy is ott van, ugye Tihanynak a legmagasabb pontja, az a Csúcshegy, ami ott látható, tehát az ott a Csúcshegy, és az Tihanynak a legmagasabb pontja tulajdonképpen,
ugye a Csúcshegy, tehát azt jajnak a legmagasabb pontja, és az pedig ott a Apáthegy, ott szembe, és annak a tetején van ugye az őrtorony kilátó, tehát annak a tetején van ugye az őrtorony kilátó, és így néz ki a környezet, ez pedig itt lent a külső tó, tehát ez itt lent a külső tó, és így néz ki a táj, gyerekek, ezt nézzétek. Tudom, hogy nagyon szép, hisz látom, mert tényleg nagyon szép ez a vidék, gyönyörű szép, ahogy látható ezen a felvételen. Láthassátok, hogy milyen szép ez a táj. Nagyon szép ez a vidék, gyerekek. Fantasztikus. A szélzai elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy szélzajosak vagyunk, de így néz ki a táj innen föntről nézve. Íme. És akkor folytatom tovább a én kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor haladok tovább. Itt a zöld háromszögön, méghozzá arra felé. Tehát folytatom is tovább a én kis túrámat. Tehát szépen haladok tovább. Ahogy látható ezen a felvételen. Tehát szépen haladunk tovább. Hogy haladok tovább itt a kis erdőtetőn. Ugye ez itt a kis erdőtető, ahol most is éppen mász fönt vagyok már. Tehát fölmásztunk a kis erdőtetőnek a tetejére, konkrétan. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis túrámat. Itt a zöld háromszög túra útvonalon, itt a Tihanyi félszigeten. Akkor szépen haladok tovább itt a zöld háromszögön. Tartsatok velem a továbbiakban is, ha úgy gondoljátok. Higgyétek el, megéri velem tartani a továbbiakban is, hiszen még nagyon szép kis túra áll előttem. Ez még csak a kezdet konkrétan. Tehát ez még csak a kezdet tulajdonképpen, a túrának a úgymond az első negyede. Hát mondjuk az már mögöttem van, a mai túrámnak a első negyede, tehát az már lassacskán mögöttem van, a mai túrám első negyede. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább a én kis túrámat itt a zöld háromszög túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor visszabecsatlakozunk a tanösvénybe. Innen egy itt egy újabb kilátópont. Ugye ott van szembe az Apáthegy. Tehát az ott szembe az Apáthegy. És itt visszabecsatlakozik a tanösvény. Ugye arra felé vannak a szélmarta sziklák. Tehát a szélmarta sziklák azok arra felé vannak. Tehát arra felé vannak a szélmarta sziklák. Azok konkrétan arra felé vannak. Tehát abba az irányba vannak a szélmarta sziklák. És én mutatom, hogy melyik irányból jövök. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök. Tehát én konkrétan abból az irányból jövök. Tehát onnan. Tehát abból az irányból jövök. És akkor szépen haladok is tovább. Tehát folytatom tovább az én kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább arra felé, tehát erre felé folytatom tovább a én kis túrámat. És itt vagyok most ugye a kis erdőtetőn, tehát ez itt a kis erdőtető, ahol most is éppen túrázok. Hát közben van itt némi információs tábla, bokorerdő, itt van az info. Ugye bokorerdő, kis információs tábla, tehát ez itt ugye bokorerdő. Ilyen információs táblák vannak itt mindenfelé, mert mindenfelé vannak ilyen információs táblák, itt a Tihanyi félszigetem. És akkor egy kis kilátás megint oldalra, íme, itt látható ugye a Tihanyi külső tó, tehát ez itt ugye a Tihanyi külső tó, ami itt látható, tehát ez. Tehát ez itt maga a Tihanyi külső tó, ami itt látható ezen a felvételen. Tehát ez itt a Tihanyi külső tó.
ami egyébként szigorúan természetvédelmi terület, tehát nagyon szigorúan természetvédelmi terület, vagyis azt jelenti, hogy oda te nem mehetsz be, csak engedéllyel, ugye a Balatonfelvidéki Nemzeti Park engedélyével mehetsz csak be arra a területre, mert csak a Balatonfelvidéki Nemzeti Parknak a engedélyével lehet oda bemenni, mert ez egy nagyon szigorúan védett terület, mert tényleg egy nagyon szigorúan védett terület, ez a külső tó, és ott van szemben ugye az Apáthegy, tehát ott van szemben az Apáthegy, tehát az ott van szembe, és ugye itt van lent ugye a külső tó, ahogy látható ezen a felvételen, íme, tehát itt van lent ugye a külső tó. Amúgy nagyon szép a táj, mert tényleg baromi szép, ahogy látható ezzel a felvételen, mert tényleg baromi szép, ezt nézzétek, tök jó néz ki, és akkor szépen haladok tovább itt a zöld háromszögön arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor folytatom tovább a én kis túrámat, remélem, hogy a továbbiakban is velem tartotok ebben a újabb kis túrában, és akkor szépen haladok előre felé, ahogy látható ezen a felvételen. Folytatom tovább a én kis túrámat. Hát az ellenfényi elnézést és bocsánatot kérek tőletek. Tudom, hogy ellenfényesek vagyunk, hisz látom, mert pont szemből süt a nap. Tudom, hogy ellenfényes a videó, de hát most ebben nem tudok mit csinálni. Örülök annak, hogy egyáltalán süt a nap, mert tényleg a nap baromira örülök most. Hogyha szürten is, de süt a nap, mert ilyen szürt napsütés, tehát nem teljes pompájában süt, hanem szürten. És akkor szépen haladunk tovább, ahogy látható ezen a felvételen. És lassacskán majd elkezdek leereszkedni innen a kis erdőtetőről, tehát lassacskán elkezdek leereszkedni róla, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát lassan, de biztosan azért leereszkedünk vissza a völgybe, konkrétan a síkba, innen a kis erdő tetőről. Láthassátok, hogy elkezdtem lefelé ereszkedni, tehát szépen ereszkedek már lefelé, tehát szépen leereszkedek. Hát itt még van egy kis kilátás, ugye, ott van szembe ugye az Apáthegy, tehát az ott szembe az Apáthegy, az ott közben ott az ott a Nyerekhegy, és az pedig ott a Csúcshegy, ami ott látható, az Tihanynak amúgy a legmagasabb pontja, tehát az ott a Csúcshegy, ami ott látható ezen a felvételen, ugye az ott a Nyerekhegy, és az pedig a Apáthegy, ami ott látható, íme. Mert az pedig az Apáthegy. És ugye így néz ki maga a táj, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor én szépen haladok is tovább, tehát folytatom tovább a én kis túrámat. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen, csak itt elkezdtünk lefelé ereszkedni, innen a kis erdőtetőről. Elkezdtem lefelé ereszkedni, ahogy látható ezen a felvételen, tehát szépen elkezdek leereszkedni, tehát elkezdtem lefelé ereszkedni innen a kis erdőtetőről, és lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben a újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban is. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, és ne feledjétek, hamarosan folytatom én ezt a túrát egy következő videóban, remélem, hogy a következő videóban is velem fogtok tartani, és én majd a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, de ez majd egy következő videó témája lesz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, és ne feledjétek,
hamarosan jelentkezek újabb videóval. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Tihanyból, sziasztok!